Hát én már 40 éve, hogy dohányzok, és főleg az indított erre az elhatározásra, hogy hát annyit látta az ember, nem csak reklámokban, hanem saját környezetben is a rossz példát, a betegséget, a köhögést, és a pénzről mondjuk nem beszélve, hogy egyre drágább, és a ruhát, a ruha átvette a szagot, akármilyen öblítő, nem tudom én, ideig, óráig az tartott az illat, de a dohány alatt mindig kicsit előre tört a dolgokból, és hát semmiképpen nem egészséges, az most már bebizonyosodott. Úgyhogy főleg ezért. Én közel 40 éve nem dohányzom én is, először cigarettát szívtam, és körülbelül 10-15 éve álltam rá a pipára. Jobban tetszett, mint a cigaretta. És tulajdonképpen, ami engem ösztönzött a leszokásra, nem is egészségügyi okok, hanem valahogy rábukkantam erre a tájékoztatóra, amit kaptunk a Szász Gáboréktól interneten keresztül. Nagyon jó, elő volt készítve, egy csomó anyagot kaptunk, hogy lássuk, hogy miről van szó, és annyira hatásosnak tűnt, én korábban olvastam erről a leszokásról, és nem találtam olyan hatásosnak a többi módszert, és meg kell mondjam őszintén, kíváncsiságból csináltam, és főleg, hogy a nejemet is meg tudtam győzni arról, hogy próbáljuk ki, hogy próbáltam egy párszor, a leghosszabb idő az volt, hogy 3 hónapig nem jutottam rá, mert közben kiderült, hogy érszűkületem van, és hogy jó lenne minél előbb ezt abba hagyni, de aztán jöttek olyan munkahelyi, meg családi stresszes dolgok, hogy akkor fogtam, rányújtottam, és akkor attól kezdve megint nem volt megállás, úgyhogy aztán többet nem is próbáltam, csak most. Mindenképpen ketten jöttünk, az nagyon sokat számít. Utólag bebizonyosodott, hogy bizony ez. Ez az egy mondat, amire azt mondták, hogy a Gáborék, hogy egy házaspárnak sokkal könnyebb lesz okni. Akkor adtam hálát a Jóistennek én is, hogy ketten jöttünk el. Nincs tiltás. Ez jó. Szóval inkább csak belevezeti az embert az, hogy miért jó az, ha nem dohányzunk. Egyszerűbb volt szóval. Egyszerűbb volt, mint gondoltunk. De most én azt nem tudom, hogy ez minek, azóta is azt próbálom megfejteni, hogy minek köszönhető. Mert azelőtt is elhatároztam, nem sikerült. Azelőtt is elolvastam ezzel kapcsolatban, nem sikerült. És itt, mint hogyha átmosták volna az agyamat. Nem is foglalkoztam, túlzottam vele, hogy jaj, most rágyújtsak, ne gyújtsak, csak egyet, csak... Nem volt ilyen. Nem, én nem éreztem semmi elvonási tünetet. A család az nagyon jegyezte ezt. Nagyon jegyezte, mert sok dicséretet kaptunk, és azt mondtuk, hogy mutogatták, hogy klassznak vagy. Én múltkor számolgattam, hogy most már bejött a tanfolyamnak az ára, többi az már mindnyereség.